És szeretettel köszöntök mindenkit a mai este alkalmával, hogy ilyen sokan ezt a programot választották a vacsora vagy az egyéb tevékenység helyett. Nem is húznám nagyon az időt, és rögtön bele is kezdenék. Még egy utolsó technikai figyelmeztetés, hogy akinek bekapcsolva maradt a kamerája, azt kérjük, hogy kapcsolja ki, ha csak nem szeretne a későbbiekben a utólagos felvételen is szerepelni. És akkor el is kezdeném. Mielőtt magába a prezentációba belekezdenék, annyit szeretnék csak elmondani, hogy nem vagyunk egyedül. Nem olyan régen részt vettem egy nemzetközi konferencián, ahol 52 országnak a különböző szakértői, szakemberei vettek részt a vírusválság nyomán kialakuló oktatási feladatoknak, vagy az oktatási problémáknak a kezelését megbeszélve, hogy ki milyen dolgokkal, vagy milyen problémákkal találkozott, és nagyon röviden összefoglalva talán annyit szeretnék így ebből kiemelni, hogy az országoknak egy nagyon-nagyon szűk része, tehát az 50 akárhány országnak talán a 10-15%-a mondta azt, hogy a tanulóknak a 70-80%-át sikerült bentartani az oktatási rendszerben valamilyen módon. A túlnyomó többsége az országoknak, nyilván ebben benne voltak a fejlődő országok is, Afrika, vagy néhány dél-amerikai ország, akik azt nyilatkozták, hogy alapvetően a gyerekeknek a 15-20%-át tudnák legfeljebb elérni, ezért aztán elvetették annak a lehetőségét, hogy egyáltalán megpróbálják az iskolai foglalkozásokat egyáltalán fenntartani. De egy ilyen köztes megoldásnak tűnhet, amit például Anglia alkalmazott, mert Angliában gyakorlatilag a vírushelyzet kitörését követően gyakorlatilag az oktatás véget ért, de az iskolák abból a szempontból nyitva maradtak, hogy azoknak a gyerekeknek a szülei, akik egészségügyi intézményben dolgoznak, vagy közlekedésnél, vagy az áruszállításnál, ezek a gyerekek bemehetnek, de csak legfeljebb ilyen félosztálynyi, vagy fél tanulócsoportnyi gyerek lehet egy teremben, és a számukra igazából foglalkozásokat szerveznek, de nem haladnak tovább a tananyaggal, ezt majd szeptemberben próbálják újra kezdeni, és addig pedig gyermekmegőrzés zajlik az intézményekben. Magyarországon ez egy komoly vállalás volt, hogy tovább folyjon a tanítás, és ezt majd látni fogjuk, hogy miért. De azt kell mondani, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy melyik a megoldása jó, hogy tovább haladunk-e az oktatással, vagy sem. Minden esetre a mai napon nem elsősorban erről fogunk beszélni, bár erre is szeretnék kitérni néha, hanem arról, hogy melyek voltak a tapasztalatai az elmúlt 5-6 hétnek, mik azok az általánosságban elmondható elemek, amelyek talán olyan előnyeit hozták ki a digitális pedagógiának, amivel eddig sokan nem találkoztak, és amelyet adott esetben érdemes lenne megfontolni, hogy hogyan vigyünk tovább egy vírusválság utáni időszakra. És akkor bele is kezdenék magába a prezentációba. És hát azt a főcímet adtam magának a prezentációnak, hogy digitális vagy jó, hogy sok esetben egy ilyen értékválasztásnak tűnik, vagy így lesz megfogalmazva, hogy mi oktatunk, vagy pedig itt digitálisan eljátsszuk, mintha oktatnánk típusú megközelítés jelenik meg. És én azt gondolom, hogy igenis van olyan oktatás, amely jó is, és digitális is egyben. Még annak ellenére is, hogy most nagy tömegei élték meg a tanulóknak és a szülőknek, hogy a digitális pedagógia az adott esetben nyomasztó lehet, problémákat jelenthet, és adott esetben olyan problémákat és gondokat jelenthet az iskola és a szülő számára, hogy ezt megoldja, hogy új megoldásokat kell keresni. Önmagában az eddig alkalmazott a tantermi tevékenységet támogató digitális pedagógia az nem feltétlenül vihető át egy az egyben egy távtanítási környezetbe, egy olyan szituációba, mint amiben most belekerültünk.
és ezt szeretném egy picit körbejárni, de még annyit talán hozzátennék, hogy a nemzetközi tapasztalatok azok alapvetően nagyon hasonlítottak a hazaiakra, abból a szempontból, hogy egyértelműen azok az országok, amelyek a tanulás folytatását, a tanítás folytatását választották, és egy digitális környezetben történő támogatását ennek a távtanításnak, ott alapvetően mindannyian úgy közelítették ezt meg, hogy ez egy vészhelyzeti oktatás. Tehát nem az oktatásnak, a normál oktatásnak a lecserélése egy digitális környezetre, hanem most nincsen normális oktatás, és helyette digitális eszközökkel megpróbálunk egy vészhelyzeti oktatást fenntartani. Ez az egyik eleme a dolognak. A másik pedig, hogy általánosságban azt mondták, hogy nagyon erősen korfüggő, a korosztálytól nagy mértékben függ, hogy mennyire voltak hatékonyak a tanulók a digitális munkarendhez való alkalmazkodásban, és a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az általános iskola alsó tagozata az, ahol gyakorlatilag a legtöbb problémát jelenti mind a szülőnek, mind a tanulónak, és ilyen módon mind a pedagógusnak, hogy a tanulókat egy állandó napi rend szerint valamilyen rendszerben megfelelően tovább tudják tanítani, miközben a felső tagozatnál és a középiskolában ez azért lényegesen kisebb kihívást vagy problémát jelent. Nyilván ennek érthetőek az okai. És akkor menjünk is tovább, hogy gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerültünk egyik pillanatról a másikra, amelyben be kellett zárni az iskolákat. Ennek az iskola bezárásnak a körülményeit egy rendelet határozta meg, amely a tantermen kívüli digitális oktatási munkarendet határozott meg, mint munkaformát. Tehát ez nem távoktatás, és nem egy normál oktatásnak a digitalizálása, hanem ez egy tantermen kívüli digitális oktatási munkarend. Itt látszik a rendeletből néhány sor. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek, főleg az intézményvezetőknek ismerős, és talán azt érdemes kiemelni ebből a pár sorból, amely egyébként a digitális oktatási munkarendnek a bevezetéséről rendelkezett, hogy valójában nem sokat mond azzal kapcsolatosan, hogy ezt hogyan is kell csinálni. És ez talán az egyik legfontosabb megállapítás, hogy nagyon helyesen nem került kialakításra egy általános, egyenértékű, egységes útmutató, hogy na, egyébként ezzel a szoftverrel így, ebben a formában kell alkalmazni a digitális oktatást, mert, mint ez kiderült, óriásiak a különbségek a tanulók otthoni lehetőségei, a tanárok otthoni felszereltsége és digitális kompetenciái, illetve egyáltalán a már említett korosztályi és egyéb különbségek is azt eredményezték, hogy egy nagyon széles platformra terült szét a digitális pedagógia alkalmazásának a kényszere egy ilyen vészhelyzeti környezetben. Tehát valójában egy távoktatás helyett egy távtanítás az, amit most csinálunk. Talán a kettő között a különbséget abban lehetne megfogalmazni leginkább, hogy a távoktatás az egy néha-néha van egy egyeztetés, de egyébként önállóan zajlik a tanulási folyamat, és a tanuló önállóan tanul, amelyet néha mentorálás vagy tutorálás szakít meg, míg a távtanítás az egy napi szintű interakcióra épülő, közvetlen kapcsolatra támaszkodó, de a fizikai jelenlétet nélkülöző tanítás, ami egy új forma, és amire nagyon nehéz előre felkészülni. Sokan azt rebesgették már rögtön az elején ennek a vírushelyzetnek, hogy ez egy hatalmas pedagógiai innovációs lehetőség, amely elárasztja majd az egész országot, és hirtelen mindenki megtáltosodva digitális pedagógussá válik. De azért azt kell látni sokkal inkább, hogy ez egy veszélyhelyzeti tanítás, amelyben mindenki a minimumot próbálja meg fenntartani, legyen kapcsolat, valamilyen úton, módon feladatokat tudjunk kiosztani, és tudjuk nyomon követni az előrehaladást, és ez egyébként nagyon helyes is, az a fajta eszközrendszer, és pedagógiai háttér, és rutin, és az eltérő szülői, családi háttérből fakadó támogatást a tanulók esetében
nem is nagyon tesz lehetővé mást, és ezzel a nemzetközi élvonal is így van. A European Schoolnet-nek a vezetője Mark Durando is emergency educationről beszélt, tehát valójában ezt a megközelítést követi az egész világ, hogy próbáljunk meg valamilyen szinten fenntartani olyan típusú tevékenységet, amely a gyerekeknek a kompetenciáit fejleszti, és lehetőséget ad arra, hogy együtt haladjon legalább egy az a része a tanulóknak, akik be tudnak csatlakozni a digitális munkarendben. Digitális pedagógia helyett pedig egy digitális csatornával pótolt személyes jelenlét az, amelyik leginkább megjelenik sok helyen az intézményekben, amelyet szintén újra kellett tanulni mindenkinek, még azoknak is, akik egyébként a digitális pedagógiában, a tantermi digitális eszközökkel támogatott pedagógiában otthon vannak. Ezeket mind ugyanúgy, ahogy a home office-t, ugyanúgy ezt a típusú oktatást is újra kellett tanulni mindenkinek. Ezt most csak azért mondom el, hogy megnyugtassak mindenkit azzal kapcsolatban, hogy ez sehol sem volt egyszerű, és nincsenek olyan kész forgatókönyvek, egységes megoldások, amelynek mentén az egyik iskola nagyon sikeres, a másik pedig nem tudta megugrani a digitális munkarendnek a teljes körülbevezetését. Ez rengeteg körülménytől függ, amelyet nem minden esetben az iskola képes kontrollálni. A digitális oktatásnak a helyzetképe ezért, hogyha nagyon-nagyon leszeretném egyszerűsíteni ezt a dolgot, akkor úgy néz ki, hogy vannak azok az innovatív iskolák, ahol mégiscsak zajlott valamilyen típusú pedagógiai innováció, megvalósult a tanulóknak egy kompetencia fejlesztése, egy új környezetre való reagálásban, a tanulókból új feladatok megoldása során új kompetenciák vagy új kompetencia szintek jöttek elő, nyilván a digitális kompetenciára gondolok, nyilván a csoportmunkára, nyilván a projekt működésre vagy a projektszerű működésre, hiszen sok esetben az órarendnek a felbomlása, az, hogy tömbösíteni lehetett a különböző órákat, ez megnyitotta a projekt alapú oktatásnak a lehetőségét azokban az intézményekben is, ahol korábban erre csak korlátozottan volt lehetőség. És bizony vannak olyan intézmények, ahol éppen ez a típusú változás, ez egy emelkedő tanulói teljesítményhez vezetett el, mert lehetővé vált az, hogy a tanulók olyan területeken is kipróbálják magukat, és olyan területeken is aktivizálódjanak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy magasabb tanulói teljesítményt, magasabb bevontságot éljenek meg. Érdekes módon ez nem csak a legelitebb, hanem adott esetben az egyébként jól felszerelt, de alacsony tanuló teljesítmény nyújtó diákoknál is előfordult, mert a digitális környezet az sok esetben egy közvetlenebb kapcsolatot, egy nagyobb bevontsági érzést adott a tanulóknak, de ezek inkább szigetszerű, esetleges egy-egy intézményre vonatkoznak. Az, hogy ebbe a kategóriába hány iskola tartozik, erre vonatkozóan még csak becslésem sincsen. Várhatóan a hónap végén lesz erre vonatkozóan egy széles körű felmérés, amelyben a DPMK is részt vesz, és azt talán majd képes lesz megmondani, hogy milyen faktorok, milyen tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy egy intézmény előre tudjon lépni egy ilyen digitális vészhelyzeti távtanítási környezetben, és mi az, amely adott esetben ezt visszafogja. A következő kategóriába tartozik azoknak az intézményeknek a köre, és talán az intézményeknek a nagy része, a tanulóknak egy jelentős része esetében ezt a szintet éri el, amelyben egy megőrzött kapcsolat van, amelyben egy fenntartott kétirányú kapcsolatot sikerül megőrizni, amelyben mind a tanári információk, utasítások, kérések, javaslatok, útmutatások eljutnak a tanulókhoz, és a tanulók kérdései és válaszai is eljutnak a pedagógushoz. Ennek nagyon sok technikai és egyéb feltétele van. Én azt gondolom, hogy a most a előadáshoz csatlakozott pedagógusok is ezt megtapasztalták az elmúlt hetekben. Ezekben az intézményekben a tanterv szerinti előrehaladás, vagy annak legalábbis egy nagy része meg tudott valósulni,
és nincsen, vagy legalábbis nem jelentős a visszaesés a tanulói teljesítményben. Ez nyilván rengeteg tényezőtől és függ, és nem is egységes a különböző tantárgyaknak a vonatkozásában, de alapvetően azt lehet mondani, hogy ezekben az intézményekben adnak ki jegyet, érdemjegyet, le lehet majd zárni a gyerekeket az év végén, és valamilyen típusú előrehaladás van, amely nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség ismétlésre, vagy hogy nem lesz szükség bizonyos tanulócsoportoknak a felzárkóztatására, de alapvetően megvalósult valamilyen típusú oktatás. És nyilván a harmadik kategóriába tartoznak azok az intézmények, ahol a tanulóknak egy része, vagy egy nagy része csak egyirányú kapcsolatot tudott fenntartani, vagy megőrizni. Ez jellemzően egy irányban az iskola részéről érkező információknak a befogadása talán, de visszafele már nem jön semmilyen információ. Ebben az esetben nagyon leszűkülnek a pedagógiai eszközök is, hiszen a pedagógus csak annyit tud üzenni, hogy mit olvasson el a gyerek a tankönyvéből, és hát legfeljebb reménykedhet, hogy ezt majd meg is érti. És hát nagyon erős ezeken a területeken a tanulói teljesítmény visszaesés, amiről még nem is biztos, hogy tudunk, hiszen ezeket még megmérni nem is feltétlenül sikerült mindenhol, éppen a tanulói visszajelzés hiánya okán. Hogyan iszlik meg a három intézmény típus, amely nyilván ezek a kategóriák egy intézményen belül is előfordulhatnak a tanulók különbségeinek köszönhetően, ezt nem tudjuk, ezt majd szeretnénk mindenképpen vizsgálni az elkövetkezendő időszakban. Annyira fontos ugyanakkor ez a téma, hogy szeretném ideidézni András Schleichernek, az OECD Oktatásügyi és Készségfejlesztés Igazgatóságának a vezetőjének egy idézetét, amely azt mondja, hogy a kiváltságos helyzetben lévő családok tanulói az iskolák bezárása után is jól boldogulnak, megtalálják az alternatív lehetőségeket a tanulásra, számíthatnak szüleik támogatására, és pontosan tudják, hogy az ő érdekük is az, hogy tanuljanak. A hátrányos helyzetűek előtt viszont bezárulnak az ajtók az iskolák bezárásával. Ez egy nagyon fontos tétel, amire mindenképpen ki kell térnünk akkor, hogyha azt próbáljuk vizsgálni, hogy hogyan kell tanítani egy digitális környezetre szorult pedagógiai eszközkészlettel, vagy hogy hogyan kell egy járvány után tanítani, amikor majd visszatérhetünk talán minél hamarabb az iskolába. Ez ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy az az alapvető feladata a köznevelésnek, amely a hátránykompenzációban jelenik meg, hogy a különböző családi hátterű gyerekek számára egyenlő esélyeket vagy biztosítsanak a továbbtanuláshoz, vagy az alapkompetenciák elsajátításához. Ez egy ilyen szituációban, mint ami a mostani is volt, gyakorlatilag még inkább táguló, szétnyíló ollót eredményezett, hiszen pont, ahogy ezt András Schleicher is mondta, akiknek egyébként is jobb lehetőségeik voltak otthon, több a számítógép, minden gyerekre jut, megfelelő a sávszélesség, mindenkinek van külön szobája, az ő lehetőségeik lényegesen jobbak voltak egy ilyen digitális tanulási környezetben, mint azok, akiknél ezek a feltételek nem adottak. Ezért aztán a mai előadás főcímeként megfogalmazott, hogy hogyan tanítsunk a vírusjárvány után, annak az egyik első kiemelt tételmondata vagy javaslata az az, hogy a családi háttérből fakadó különbségek kompenzációját vegyük különösen fontosnak, és fordítsunk arra figyelmet, hogy be tudjuk azonosítani azokat a tanulókat, akik jobban lemaradnak a családi hátterük miatt, vagy az eszközfelszereltségük hiányuk, vagy egyéb okok miatt a többiektől. Tehát legyen pontos képünk arról, hogy egy tanulócsoportban, egy osztályban kik azok a diákok, akikre külön oda kell majd figyelni. A számukra valamilyen módon a szokásos eszközök mellett biztosítsunk differenciálási lehetőséget, de egy ilyen szituációban nagyon fontos, hogy a differenciáláson túl a személyre szabott segítséget és támogatást is próbáljuk meg intézményi szinten biztosítani. Önmagában az egy-egy pedagógus nem tudja megvalósítani azt, hogy ő egyedül segítsen minden egyes olyan diáknak, aki adott esetben nem tud bekapcsolódni megfelelő módon a digitális munkarendbe, és emiatt jelentős hátrányt szerez.
Ezért ezt intézményi szinten lenne érdemes megszervezni, adott esetben akár külső segítség bevonásával is, de erre különösen nagy hangsúlyt kell fordítani, még az elkövetkezendő hátralévő pár hétben is, hogy adott esetben akár a nyáron, vagy pedig az iskola újraindításakor ezekkel a diákokkal külön felzárkóztató foglalkozásokon lehessen foglalkozni. Különben ők úgy jönnek vissza majd a közösségbe és az osztályba, hogy jelentős lukak támadnak az ő ismereteikben, kompetenciáikban, amelyen a többiek már előre haladtak, és hogyha erre épülő újabb tananyagot próbálnánk nekik átadni, az szinte biztos, hogy nem tudnák megfelelően elsajátítani. Ezért aztán az osztály együtt haladása a megfelelő tovább lépés miatt külön fontos lenne, hogy intézményi szinten ennek a kompenzációnak a megoldása megvalósuljon. Erről majd a későbbiekben fogunk beszélni, és én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan több kérdés is érkezik majd, hogy oké, de honnan van erre pénz, és hogy ezt ki fogja csinálni. Nem minden kérdésre fogok tudni válaszolni ezek közül. A következő téma, amelyet szerettem volna, vagy szeretnék bemutatni a prezentáció során, az alapvetően arról szól, hogy mi van akkor, hogyha, ha nem tudjuk használni a tantermet. Akkor, amikor egy tanteremben tudunk tanítani, akkor gyakorlatilag a teljes közösséget látjuk, látjuk a visszajelzéseiket, látjuk a teljes testük kommunikációját, hogyha hanyat dőlnek, ha oldalra fordulnak, ha zörögnek a pad alatt, lehet hallani minden nezt, és ezzel olyan kommunikációs többlet van, ami jelentős különbséget eredményez a kép jobboldali részén lévő verzióhoz képest, ahol minden gyerekből gyakorlatilag csak egy fejet látunk. Nem tudjuk, hogy hogy vannak felöltözve, hogy milyen körülmények között vannak, mondjuk itt ezekben a képekben lehet is látni, hogy ki honnan jelentkezett be, de adott esetben a kommunikáció az egy lényegesen szűkebb spektrumra szorul. Az, aki megtapasztalta az elmúlt hetekben, hogy online órát tart Zoom-mal, Teams-el, Google-el, vagy bármilyen más ilyen platformmal, az ugye azt is megtapasztalhatta, hogy lényegesen jobban elfárad egy ilyen órán. Egyszerűen azért, mert hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy sok visszajelzést kapunk a tanulóktól, azzal, hogy csönd van-e, vagy van valamilyen alapzaj, hogy motoszkálnak-e. Ez nagyon jól jelzi azt, hogy ők mennyire követik az órát, mennyire lehet velük jól haladni. Nagyon jól lehet látni, hogy melyik tanuló mennyire áll készen arra, hogy válaszoljon egy adott kérdésre, hogy ki az, akit meg kéne szólítani. Ugye ezek a pedagógus már ösztönné váló érzékek, ezek olyan módon kiélesedve működnek a háttérben, hogy nem is kell rákoncentrálnunk, de mégis gyakorlatilag az egész osztálynak a működését, ütemét, azt rezdüléseit, azt le lehet követni. Egy ilyen Teams-es vagy Zoom-os kommunikáció során ennek az információnak a 70-80%-a elvész. És ez végtelenül fárasztó, nagyon nehéz leképezni ilyen módon az órát. A másik elem, ami még ide tartozik, az az, hogy egyfajta társas együttműködési szabályok is kialakulnak akkor, amikor egy teremben együtt vagyunk. Nem zaklatjuk egymást, megvárjuk, amíg a másik beszél. Tudjuk, hogy ki mikor szeretne szólni, egyszerűen abból, amikor levegőt vesz. És ez gyakorlatilag egy Zoom-os közösségben, vagy egy Teams-es közösségben, vagy Google-nél, ez nem jelenik meg egy videokonferencián. Ez egy nagyon nehéz dolog, amit újra kell tanulni. Például, hogy kapcsoljuk ki a kamerát, vagy a mikrofont, amikor valaki előadást tart. Például, hogy próbáljunk meg valamilyen olyan jelzést alkalmazni, amikor szóhoz szeretnénk jutni, ami a többieket nem zavarja, de mégis jelzés a pedagógus számára, hogy igen, valaki szót kér. És általában az ilyen típusú szociális együttműködés szabályait újra kell írni. Úgyhogy most érezzük meg igazán, hogy eddig a tanteremnek a szerepét, ezt alulértékelték sokan,
mert egészen elképesztően sok segítséget nyújt, keretet ad időben és térben ahhoz, hogy gyakorlatilag tanítani lehessen. Ezt most mind elvesztettük a videokonferenciával, de kaptunk helyette cserébe egy csomó más dolgot. Ugye, hogy néz ki ilyen módon egy környezet? A tanuló otthon adott esetben egyenruhában, hogyha ezt a számára előírják, de közben az ágya bevetetlen, és egyébként a kamera látókörén kívül meg nem lehet pontosan tudni, hogy mit csinál, miközben a pedagógus egy repülőtéri irányító berendezésnek megfelelő módon próbálja nyomon követni a különböző leszálló és felszálló gyerekeket, akik kibe kapcsolódnak az órán, rengeteg adott esetben kérdésük van, úgyhogy ez egy egészen új típusú szerep a pedagógusok számára, amit a tanterem elvesztésével gyakorlatilag újra kell tanulni. Szerencsére rengeteg ilyen típusú segítség, ötlet vagy tanácsadás elérhető a neten, hogy a videokonferenciákkal kapcsolatosan milyen közös szabályokat hozzunk a tanulókkal, ahhoz, hogy ezeket rendesen tudjuk kezelni. Ebből nagyon erősen kilóg a következő ábra, amit egy informatika tanár adott ki feladatként a diákoknak, hogy ezt a táblázatot minden hétre ki kell tölteniük részletesen, nem maradhat kint üres rubrika, hogy ki mikor mit csinál. Egyrészt önmagában az este 8 és 9 óra közé a tanár által behelyezett zoomos beszélgetés, az én azt gondolom, hogy messze túlmutat az iskola hatáskörén, hogy egyáltalán ilyet előírjanak, de alapvetően egy reggel 8-tól este 5-ig betáblázott táblázat, az egy nagyon komoly szabályozási horrort valósít meg. Ezt mindenképpen érdemes átgondolni, hogy milyen időtávon, milyen típusú időbeosztást érdemes megvalósítani, megalkotni a tanulókkal. Ebben biztos, hogy érdemes egy olyan szabályt követni, hogy mondjuk reggel 8 és délután 3 között lehet kommunikálni, azon kívül a tanár és az iskola ne küldjön üzenetet a tanulóknak, hogy legyen idejük lélegzetet is venni, meg fölkészülni a következő napra, mert hogyha még este 7-kor, 8-kor, 9-kor is mennek üzenetek, akár a Krétában, akár más platformon, az egy nagyon komoly, olyan plusz stresszterhelést ad, ami egyébként is megvan ezekben a napokban, ezekben a hetekben. Tehát mindenképpen ez egy rossz példa, ami most ki van vetítve. Ehhez képest egy nagyon visszafogott szabályozást érdemes követni. Ezeknek az egyik legfontosabb eleme például, hogy a különböző pedagógusok ugyanannak az osztálynak a számára ne kövessék a hagyományos órarendek logikáját, hogy mondjuk egymást követően legfeljebb egy 5-10 perces szünettel következnek az órák, mert a videokonferenciás órák között is kell szünet, sőt bizonyos szempontból még hosszabb szünetre is szükség van, mint egyébként egy hagyományos órán, éppen a korábban említett plusz terhelése miatt a videokonferenciás megbeszéléseknek, amely nem csak a tanárokat, hanem a tanulókat is leterheli. Ezért aztán nagyon fontos javaslat, ez a második javaslatcsomag, hogy mindenképpen érdemes kialakítani egy virtuális osztályt. Tehát ahol egyébként létezik egy névsor, akkor ez a névsor, ez egy virtuális, digitális környezetben is legyen beazonosítható, legyen meg. E köré, a virtuális osztály köré építsünk egy virtuális tantermet, amely lehet egy Google Classroom Classroomja, vagy egy Teams Classroom, vagy valamelyik rendszernek a szobája, amelyik egy tanárhoz, vagy egy tantárgyhoz, vagy egy osztályhoz kapcsolódik, ami egy olyan virtuális felület, amelyben a tanulással kapcsolatos összes információ egyébként elérhető. Tehát, hogy nem csak egy egyszerű videokonferencia, hanem kommunikációs csatorna, tehát chat is van hozzá, dokumentum megosztó rendszer, tehát fájlokat is meg lehet rajta osztani, azért, hogy a tanuló
Azt, amit egyébként a tanteremben el tudott érni, ha bement, akkor ott voltak a könyvei, ott kapta meg az információkat, egy helyen volt minden, ami a tanulással kapcsolatos, azt virtuálisan is le lehessen képezni. Ne az legyen, hogy az egyik alkalmazásban van a naptár, egy teljesen másik alkalmazásban küldjük a tanulni való információkat, és a csatlakozáshoz, az órára vonatkozó információkat pedig egy negyedik e-mailes alkalmazással küldjük el. Tehát ezt érdemes valamilyen úton, módon egységesíteni és egyetlen virtuális felületre rendezni. Fontos, opcionális, de talán nem kötelező, de nagyon sokat javíthat. Ha kialakítunk egy virtuális folyosót, dühöngőt vagy aulát, amely a tanulóknak a terepe, amelyen nem tanulás zajlik, hanem az egymás közötti macskás videóknak a megosztása, amely egy ellenőrzött felület, tehát a tanár láthatja, de gyakorlatilag csak kívülről megfigyeli, ugyanakkor lehetőséget nyit az egész arra, hogy a tanulók egy kontrollált felületen, de egymással kommunikáljanak, akár beszélgessenek, akár információt osszanak meg, akár a leckét küldjék el egymásnak, hogy ehhez ne kelljen neki külön platformot választani. Ez is egy fontos eleme lehet talán annak, hogy egy virtuális környezetben is tudjunk hatékonyan tanítani. És aztán, amit már az előbb említettem, hogy nagyon fontos, hogy valamilyen szabályalkotás is történjen a digitális térben való szociális interakciókhoz. Ez alatt a szabályalkotás alatt azt értem, hogy pár pontba szabott vagy foglalt szabálygyűjteményt küldjünk ki a tanulóknak, és ez minden egyes bejelentkezésnél a kezdőképernyőként jelenjen meg. Ahogy például ezt Attila ennek a webináriumnak a felvezetőjében be is mutatta, amelyben nem túl sok szabály volt, de például az, hogy mindenki kapcsolja ki a kameráját, a mikrofonját, hogy a cseten keresztül lehet kérdezni. Tehát, hogy egy néhány szabályból álló, állandóan súlykolt, állandóan megjelenő, nem változó szabályegyüttes a gyerekeknek is egyfajta biztonságot és egyfajta olyan területet ad, amiben akkor biztos, be tudják lakni. Ez egy pár nap alatt onnantól kezdve már tudni fogják, hogy mire számíthatnak egy online órán, és hogy milyen típusú felkészülést igényel az ottani jelenlét. Tehát ezzel zárnám azt a blokkot, ami a tanterem elvesztésével kapcsolatos változásokat jelenti, bár azt hiszem, hogy ezt még sorolhatnánk, hogy egyébként érzelmileg is megviselő a gyerekeknek a hiánya, mind a tanárokra, mind a tanulókra nézve. Ezt nagyon nehéz egyébként videón keresztül pótolni. Erre most nem is teszek kísérletet ebben a prezentációban. A következő blokk az maga a pedagógiai folyamatnak az átalakítása, vagy kiegészítése, vagy azoknak az elemeknek az áttekintése, amelyek, ha jól sikerülnek, akkor érdemes őket megtartani. Ez az ábra nagyjából azokat a fő elemeket tartalmazza, amely a tanítási folyamatban megjelenik, és amelyet a digitális tanítási folyamatban is értelmeznünk kell. Röviden végigmennék csak rajta, hogy nyilván van egyfajta kapcsolattartás, egy kommunikációs csatorna, amelyet életben kell tartani. Ez azt jelenti, hogy viszonylag rendszeres időközönként küldjünk és kapjunk, várjunk el üzenetet a tanulóktól. Ne legyen olyan, hogy valakin keresztül érjük majd el, vagy megkérünk egy másik tanárt, hogy a mi üzeneteinket is küldje el. Minden tanár minden tanulójával rendszeresen maradjon kapcsolatban, legalább olyan sűrű, mint ahányszor egyébként találkozott vele az iskolában. Ez egy nagyon fontos, nagy kihívást jelent a pedagógusnak, de erre valók azok a platformok, amelyek gyakorlatilag az egy üzenetet el tudják küldeni az összes többi gyereknek, egyszer vagy egy tanulócsoportnak, és nem egyenként kell e-maileket küldözgetni a tanulóknak. Ez egy nagyon fontos feltétel, kicsit kapcsolódik az előző témához is, hogy a tanárok, ha lehet, akkor találjanak maguknak olyan platformot, ami lehetővé teszi a tanulócsoportokkal való egységes kommunikációt, hogy egy helyre beírt valamit, azt mindenki megkapja, és mindenkinek a válaszát is lássa egy felületen, mert hogyha
egy osztályból 30 e-mailt küld, válaszol, küldenek a gyerekek, és mondjuk egy tanárnak adott esetben 5-6 osztálya is van, akkor az olyan mennyiségű e-mail, amit nem lehet feldolgozni. És ezt a feldolgozási lehetetlenséget a tanárok úgy próbálják megkezelni, hogy ritkítják a kommunikációs alkalmat, egyben küldök el mondjuk több leckéjnyi feladatot, és egyben kérem, hogy küldjék vissza, és akkor ilyen módon van idő feldolgozni, hogyha sok osztálynak a tanulójáról van szó. De ennél jobb megoldás az, hogyha olyan platformokat használunk, amelyek ezt a fajta kommunikációs kapcsolattartást fenntartják, lehetővé teszik. Ebből sok fönt van a DPMK honlapjának az ajánló részén, ezt be fogom mutatni, de mindenképpen érdemes erre időt szánni, hogy belakjunk egy ilyen rendszert, feltöltsünk, és a gyerekeket is megkérjük arra, hogy egyetlen platformot használjanak kommunikációs platformként, annak érdekében, hogy ne legyen olyan válasz, mondjuk, hogyha nem készült el egy lecke, hogy ő azt nem nézte, vagy a Messenger neki nincs bekötve, vagy valamilyen egyéb ilyen elem ne jelenjen meg. Illetve erről most külön nem fogok beszélni, de talán itt érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok olyan online kommunikációs csatorna, közösségi média van, amelyben a tanulók részéről, vagy a felhasználók részéről elvárt egy bizonyos életkornak a betöltése. Ezért aztán nem jó dolog, vagy nem szerencsés, hogyha a tanár a tanulóktól az ő életkorukat meghaladó életkor feltételt szabó platformot vár el, mert ezzel rögtön arra kényszeríti őket, hogy adott esetben ne a valós korukat adják meg, ami azt a téves képzetet adhatja a tanulóknak, hogy adott esetben a digitális környezetben az első lépés az, hogy hazudjunk a korunkról, és ezt így folytatni is lehet a későbbiekben is. Ezt nyilvánvalóan célszerű elkerülni. Szerencsére a tapasztalat az, hogy ez egyre inkább visszaszorulóban van, és egyre többen használnak vagy olyan rendszert, amelyik szülői felügyelettel a kisebb korú gyerekeket is beengedi, vagy pedig kifejezetten olyan rendszert, ami a tanulókkal való kapcsolattartásra van kitalálva a kortól függetlenül. A következő elem a tervezés, felkészülés, a távtanítás foglalkozásaira. Erről sem szeretnék nagyon hosszan beszélni, talán csak annyit kiemelve, hogy mivel a tanulás számonkérés, gyakorlás ritmusát itt most nem az órarendi órák adják, hanem egy foglalkozás vagy egy online találkozási keret, ezért nagyobb a lehetőség arra, amint ezt már a legelején is kifejtettem, hogy tömbösítsünk, összevonjunk különböző elemeket, és ezeket gyakorlatilag sokkal inkább hozzáigazítsuk a gyerekeknek a befogadó képességéhez, és nem szorít minket a 45 perces tanóra keret, de nyilván nem célszerű 3 órás órákat tartani, és nyilván a többi pedagógusra is tekintettel kell lenni azzal kapcsolatosan, hogy ki mikor és hogyan tud online foglalkozást vagy órát tartani. Nem szerencsés, hogyha a Google csoportban már beköpog a következő órát tartó tanár, hogy jó lenne már, hogyha befejeznék az előző órát, mert szeretné ő megtartani a következőt. Ilyenre azért elég sok példa volt az elmúlt hetekben. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy szintén egy közös felületen a pedagógusok, a diákok és a szülők, meg intézményvezetés egyetlen közös területen vagy felületen tartsa nyilván a virtuális vagy a digitális óráknak az órarendjét is. Az ismeretátadásról külön fogok beszélni egy blogban, a gyakorlás elmélyítésről egy picit szintén, és a mérés visszacsatolás értékelés feladatairól pedig szintén egy néhány szót fogok még a későbbiekben szólni. Ezek azok az elemek, amelyeket gyakorlatilag át kell gondolni akkor, amikor a digitális oktatásra való áttérésnél, vagy a digitális oktatás elemeinek a megőrzésénél egyáltalán meg akarunk tárgyalni. A következő dián Attilától tanultam, hogy a Dunning-Kruger hatás nagyon erősen érvényes az önbevallásos digitális kompetencia tesztekre. A TALIS vizsgálat is ezt mutatja,
hogy a magyarországi pedagógusokat megkérdezve, hogy ők saját maguk mit gondolnak a saját digitális kompetenciájukról, általában az EU átlaghoz hasonló, vagy azt meghaladó szinteket vallottak be, és hát látszik az eloszlás, hogy azért igazából nincs nagy szórás, és mindenki úgy gondolja, hogy akkor ő azért meg tud küzdeni valamilyen szinten a digitális kihívásokkal, de nyilván jó lenne valamilyen segítség. Ez azért nagyon érdekes, mert a pedagógusoknak ezúttal valóban tömegei találkoztak, valóban a digitális technológiával az oktatás során, tehát nem csak azok a pedagógusok, az 5-10-15%, akik jellemzően az élen járók a digitális technológiában, és akik jellemzően a mi webináriumainkat is nézik, hanem egy nagyon széles kör kapcsolódott be, olyanok is, akiknek a digitális kompetenciái nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ők egy teljes körű digitális távtanítási foglalkozást megvalósítsanak letervezésestől, tanulók bevonásástól, mindennel együtt. Ez azért nagyon érdekes, mert itt igazából nehéz megmérni, hogy mit is mérünk pontosan, hogy mire is kérdezünk rá, és itt engedjétek meg, hogy egy ilyen kitekintésként egy ilyen rövid példát hadd mutassak be, hogy mi van akkor, amikor azt kérdezzük, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismeri és megfelelően használja a szögfüggvényeket. Ez egy kimeneti követelményként tételezhető fel, de hogyha ennek a kimeneti követelménynek a teljesítésénél arra kérdezünk rá, hogy van-e szögmérője, hogy ösztönzi az iskola a szögmérő használatára, és utána megkérdezzük, hogy a saját bevallása szerint jól használja a szögfüggvényeket, akkor igazából az eredeti kimeneti követelményre, hogy ismeri és megfelelően használja a szögfüggvényeket, erre azért nem egy valós választ fogunk kapni, vagy legalábbis nem lesz ez a válasz megfelelően használható. Így vagyunk ezzel gyakorlatilag a digitális kompetencia terén is. Tehát, hogyha a pedagógusokat megkérdezzük, hogy tudják-e használni a digitális eszközöket, akkor azt fogják mondani, hogy igen, hiszen természetesen tudják is használni a digitális eszközöket, ezzel bankolnak, ezzel vásárolnak mozijegyet, az egész életüket átszövi a digitális technológia, de a digitális pedagógia terén ennél lényegesen többre is szükség lehet bizonyos szituációkban. Ehhez próbáltam egy rövid gyűjteményt összegyűjteni, amelyben megpróbáljuk megnézni, hogy a digitális kompetenciával kapcsolatosan honnan lehet tudni, hogy valakinek van-e digitális kompetenciája, és ez milyen. Ahhoz, hogy egyáltalán ez megállapítható legyen, ezért kell egy digitális kompetencia keret, amelyet egyébként a DIGCOMP, Európai Digitális Kompetencia Keretre épülő módon K-val, DIGCOMP-nak neveznek Magyarországon, ez idén júniustól lesz elérhető, hozzáférhető. Ez nagyjából így néz ki, ez az állampolgári digitális kompetencia keret. Ezt kiegészíti a szervezeteknek a digitális kompetenciáját leíró keret, ez a DIGCOMP.org, ami arról szól, hogy egy adott szervezet mennyire képes a digitális kompetenciát fejleszteni. Erre épül, erre a kettőre együtt a pedagógusoknak a digitális kompetencia kerete, a DIGCOMP Edu. Ez egyébként a múlt héten jelent meg az Oktatási Hivatalnak a honlapján. Ennek a linkjét még nem tettem bele a prezentációba, de külön át fogom majd küldeni, illetve az előadás végén bemásolom a chat ablakba, hogy meglegyen. Ott elérhető a kifejezetten a pedagógusokra vonatkozó digitális kompetencia keret. Ezt kiegészíti egy magyar nyelven is elérhető Selfie nevű önértékelő rendszer. Ez a Selfie, ez a kifejezetten intézményekről szól, hogy az intézmények megállapíthatják, hogy ők saját maguk mennyire képesek a digitális kompetencia alkalmazására, annak a fejlesztésére, és mennyire képesek például digitális távtanításra. Erre a Selfie választ tud adni. A Selfie-nek a kitöltését követően az intézmény kap egy kitöltési jelentést, amelyet csak az intézmény lát.
Tehát ez egy nagyon fontos önértékelő eszköz. Itt a többi intézménnyel való összehasonlításra nem nagyon van lehetőség, csak az egyébként felállított standardhez való hozzámérésére az intézménynek. Ezt érdemes egymás után több évben többször elvégezni, hogy lehessen látni az előrehaladást. Ugyanakkor a selfie, mivel ez egy önértékelő eszköz, és nem összehasonlító széles körben, és kevés külön javaslatot vagy segítséget lehet ezzel kapcsolatosan kapni, ezért a DPMK elkészített egy külön rendszert, ennek az a neve, hogy digitális névjegyrendszer, és ez a digitális névjegyrendszer, ez nem csak egy intézményi értékelő rendszer, amely a digitális kompetencia fejlesztés képességét méri az intézményeknél, hanem javaslatokat is tartalmaz, illetve a szerencsés kiválasztott intézményeknek egy mentorálási támogatást is. Erre a digitális névjegyrendszerre való pilotra mostanában lehet jelentkezni a DPMK-nak a honlapján. Ezt mindenkinek javaslom, aki szeretné a saját intézményének a digitális felkészültségét valamilyen úton, módon megmérni. Egy cikkünknek is a címét ide, illetve a linkjét beletettem ebbe a prezentációba. Itt elérhető ennek az egész digitális kompetencia keretrendszer leírásának a bevezető anyaga, és hamarosan újabb és újabb anyagok kerülnek még fel a honlapunkra ezzel kapcsolatban. A következő téma az már kifejezetten a pedagógiai eszközök használatára vonatkozik, és itt a digitális pedagógiával, a digitális technológiának a használatával kapcsolatosan sokszor felvetődik az a probléma, hogy puskáznak-e a gyerekek akkor, amikor otthon úgy válaszolnak a kérdésekre, hogy a tanár nem látja. Ennek ugye már Magyarországon is van különböző megjelenési formája, amikor Skype-on úgy feleltetik a gyereket, hogy be kell kötnie a saját szemét otthon, hogy ne nézhesse a kijelzőt, és ne tudjon róla puskázni, hanem csak fejből tudjon válaszolni a megfelelő kérdésre. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egy digitális munkarendben, egy digitális életre való fölkészülésnél tényleg annyira fontos-e, hogy a diákok egyébként egy digitális felületről alapvető információkat, alapvető ismereteket elérhetnek-e, vagy nem, hanem ezt nekik mindenképpen memoriterként kell magukkal hurcolniuk. Ez egy nagyon komoly probléma, és azt veti fel azt a kérdést, hogy a tanár az gyakorlatilag egy content delivery robot-e. Egy olyan robot, amelyiknek az egyetlen feladata, hogy ismereteket adjon át nagy mennyiségben, és utána ezt képes legyen visszakérni a tanulóktól, hiszen a memorizálás, illetve a kiválogatás, keresés azok a két végletét foglalják el ennek a dolognak, és nagy valószínűség szerint a kettő között van a helyes megoldás, mégpedig bizonyos alapinformációkat jobb, hogyha a gyerek fejből tud, mert anélkül keresni sem tudna. Tehát akinek nincsenek alapvető ismeretei, az kérdezni sem tud, és ilyen módon keresni sem tud. Ezért aztán valahogy meg kell találni azt az egyensúlyt, ami lehetőséget ad arra, hogy a tanuló önállóan is tudjon keresni, tehát ennek az alapjait megalapozza az alapvető információk átadásával és számon kérésével, hogy azt ténylegesen meg tudták jegyezni, de utána gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy a kiegészítő információkat és minél nagyobb részét a tartalomnak azt a tanulók azok maguk keressék meg, vagy találják meg a különböző internetes, digitális felületeken. Tehát ez abból is fakad, hogy gyakorlatilag a világ megismerhetősége, a világ megismerhetőségébe vetett hit az azzal, hogy olyan mennyiségű információ keletkezik nap, mint nap, amely messze túlhaladja mondjuk az pár száz évvel ezelőttig az emberiség által összegyűjtött összes információt, ezáltal gyakorlatilag az a elképzelés, vagy az a hite az iskolának, hogy a világ megismerhető és a világ megtanítható a diákoknak, ez már nincs. Ezzel szemben gyakorlatilag állandóan nyitott, megújuló és állandóan változó információk halmaza között kell
eligazodási lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, amelyben nem egyetlen, hanem sok alternatív információ jelenik meg, és ezért aztán azok a gyerekek, akik arra vannak fölkészítve, hogy nagyon jól ismernek bizonyos válaszokra, bizonyos kérdésekre bizonyos tipikus válaszokat, és ezeket nagyon jól tudják alkalmazni, egy olyan szituációban, amikor nincsen előre meghatározott válasz, nincsen előre adott ismeret, amely arra a feladatra jó lenne, ott hátrányba kerülnek azokkal a gyerekekkel, akik találkoztak már ilyen szituációval, és nekik maguknak kellett információt keresni, és azt validálni. Nagyon fontos, hogy nem csak bővül ez a kör, hanem el is avul a fönnlévő vagy az elérhető információknak a köre, ezért aztán ezt is állandóan validálni és ellenőriznie kell a diákoknak, miközben az ellenőrzetlen információknak is a köre állandóan bővül, úgyhogy az a fajta oktatás, amely kizárólag a tankönyvi tartalmaknak az átadására épül, az nem készíti fel a diákokat arra a környezetre, amely adott esetben a tankönyvön kívüli világ, és amelyre aztán szükségük lesz. Az észtek ezt úgy fogalmazták meg, nyilván nagyon drasztikusan, hogy ők azért nem használnak egyáltalán tankönyveket, mert a tankönyvek mára ellentétessé váltak az oktatásnak a céljával, mert elsorvasztják azokat a készségeket, amelyek az információkeresés, feldolgozás, validálás és felhasználás kapcsán ma már alapvetően szükségesek a tanulók számára. Egy digitális környezetben, egy digitális oktatásban ezt a fajta szemléletet mindenképpen figyelembe kell venni. Mindemellett természetesen, főleg az alacsonyabb évfolyamokon meghatározott bejárási útvonal, az nem teszi azt lehetővé, hogy minden egyes ismeretet majd a gyerekek saját maguk tanuljanak meg, mert egyrészt ez így végtelen sokáig tartana, másrészt pedig nem biztos, hogy egy magára hagyott osztály, ha sok időt hagyunk neki, akkor is képes lesz a Gay-Lussac törvényeknek az előállítására mondjuk hetedikben önállóan, a tanári segítség nélkül, mert ennek azért, lássuk be, nem olyan nagy az esélye. Tehát mindenképpen valamilyen alapismeret szetet át kell adni, de utána nagyon erősen gyakoroltatni kell velük, hogy ők maguk is képesek legyenek új információkat keresni, ellenőrizni és azt felhasználni. Ezért aztán a tárolás, tehát az információ ismerettárolás mellett nyilván annak az előhívása és az alkalmazása az egy eddig is meglévő pedagógiai feladatként mindenki számára ismert, de ezt ki kell, hogy egészítse a keresés és a validálásnak a feladata is, ami szintén a tanulókra kell, hogy háruljon, és utána ezt még meg is kell, hogy osszák egymással, mert akkor válik teljessé az a információs kör, amelyet egyébként a 21. század társadalma az elvár. És amikor ezt az egész képet látjuk magunk előtt, akkor érthető meg, hogy miért szükségesek a kiegészítő kompetenciák, amelyeket egyébként a NAT is nevesít. A digitális kompetencia gyakorlatilag minden elemhez szükséges. A kritikai gondolkodás vagy mérlegelés az megjelenik a keresésnél és a validálásnál, az algoritmizálás, a kreativitás és a kommunikáció pedig olyan készségek, amelyek, vagy kompetenciák, amelyek szintén részesei ennek az információs tanulási és tanulás előhívási folyamatnak. Egy digitális környezetben leképezett tanulás során ezeknek az elemeknek, mindegyiknek meg kell, hogy legyen a helye, abban a tanórai munkában, vagy abban a foglalkozás sorozatban, amelyet a tanulókkal akár a digitális környezetben, akár egy virtuális környezetben, akár egy normál tanórai környezetben valósítunk meg. De akkor nézzük is azt még meg, hogy mire való a digitális pedagógia, és mire nem. Itt a képen azt hiszem, hogy viszonylag jól felismerhető módon egy kézi hurkatöltő és egy gépi hurkatöltő látható. Hogy mire nem való a digitális pedagógia, azt talán azt lehet mondani, hogy még több ismeret átadására. Tehát az, aki azt gondolja, hogy a számítógép korlátlansága és az internet végtelensége lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek számára megnyissuk az összes tudás kútját, és mostantól nem csak 10, hanem 200 évszámot ad fel,
az biztos, hogy rossz úton jár. Szerencsére ez nem is gyakran tapasztalható, hogy gyakorlatilag a digitális munkarendre való átállás az a pedagógusokból kihozta volna azt, hogy akkor most akkor viszont mindent meg kell tanulni. Ez egy nagyon jól felismert korlátja a digitális eszközöknek, hogy nem arra valóak, hogy még több ismeretet próbáljunk meg átadni, hanem arra, hogy egyébként azt az ismeretet, amelyet föl kell használni, azt képesek legyenek a gyerekek önállóan megtalálni. Nem való a heuréka élmény átadására, önmagában egy-egy videónak a bemutatása, az a megértést, azt nem képes támogatni, és a tanulóknak a megértésére sem való. Tehát, hogy a digitális pedagógiai eszközök, azok a csatornák, amelyeken keresztül kapcsolatban tudunk lenni a tanulókkal, még akkor is, hogyha mérésértékelési rendszereken keresztül választ tudunk kapni bizonyos kérdésekre, nem alkalmas arra, hogy mélyen megértsük a tanulókat. Mire való akkor? Az elmélyítésre és a gyakorlásra, önálló feladatmegoldásra, adaptív felmérésre és a tanár informálására, szemléltetésre, csoportmunkára és a kritikai szemlélet gyakorlására. Ezek azok, amelyekben a digitális pedagógia kiegészítheti a normál pedagógiai eszközrendszert, és amelyet gyakorlatilag a pedagógus felhasználhat egy virtuális környezetben is úgy, hogy kikönnyítse a normál óráját, vagy azt a foglalkozást, amit a tanulókkal személyesen tart meg. Ezen az ábrán látható, hogy a tanítási folyamatnak mely elemei azok, amelyek automatizálhatóak, és amelyek kiemelhetőek, digitális platformra költöztethetőek, de ezekről most nem szeretnék részletesen beszélni, mert rengeteg webináriumunk foglalkozott ennek a folyamatnak az egyes elemeinek a digitalizálásával és a digitális platformokkal, illetve azoknak a megvalósításával. Minden esetre a tanításnak a céljai is megváltoznak, az előre válogatott ismeretek helyett problémához kapcsolódó ismereteknek a gyűjtése, egy lista helyett egy történetnek, egy kontextusnak a megteremtése, az önállóság helyett, az önálló egyedüli munka helyett a csoportmunka, a megosztás az, ami eszközként lehetőségé válik a pedagógusnak, akkor, amikor egy digitális környezetben dolgozik együtt a tanulókkal, és erre nem nagyon volt lehetőség egy hagyományos osztálytermi környezetben. És ami nagyon fontos, és ezt érdemes mindenképpen kiemelni, hogy a pusztán szellemi tevékenység, ami sok esetben jellemzi az a tanórai kereteket, például, hogy nem lehet mozgatni a gyerekeket, mert csendben kell ülniük, különben zavarják egymást, ezt mindenképpen érdemes egy digitális környezetben azzal oldani, hogy a gyerekeknek olyan típusú feladatot adunk, ami manuális tevékenységhez, mozgáshoz, felálláshoz, adott esetben a géptől való eltávolodáshoz, vagy az udvaron való tevékenységhez kapcsolódik. Erre kevés lehetőség van akkor mondjuk egy fizika tanárnak, amikor egy fizika teremben órát tart, de nagyon jó lehetőség ez, amikor online tartja ezt az órát, és van erre alkalom, meg hely, hogy gyakorlatilag ezt a tanulókkal alkalmazza. És végül ugye nyilván ezt még egyszer érdemes hangsúlyozni, hogy a szeparáció és a csoportmunka is megjelenik ebben az új közegben. Itt most egy technikai megjegyzést szeretnék tenni, hogy elértük a 8 órát, ameddig tervezve volt a webinárium, de egy ilyen 5-8 perccel később kezdtünk, és én ezt az 5-8 percet még, hogyha megengeditek, akkor szeretném kihasználni az előadásnak a befejezésére, és akkor utána még igyekszem megválaszolni a kérdéseket is. Tehát ami fontos elem az, hogy hogyan tanítsunk a járvány után. Először is győződjünk meg arról, hogy nekünk, illetve a többi pedagógusnak megfelelő digitális kompetenciánk van-e, illetve hogy a szervezetünk rendelkezik-e azokkal a jellemzőkkel, amely egy digitális oktatásnak a megvalósításához kell. Erre ajánlottam a DNR-t, vagy a Selfit, vagy a Digkompedut, amelyhez hamarosan egy önértékelő rendszer is csatlakozni fog majd.
Maradjunk ki az ismeretátadás folyamatából, amennyire lehet. Nem lehet természetesen teljesen kimaradni, de ahol lehet, próbáljuk meg azt elérni, hogy a tanulók keressék meg a megfelelő ismereteket, és osszák meg egymással. Nyílt végű feladatok is legyenek gyakoriak. A tanulók fejlesszék a kritikai gondolkodásukat azáltal, hogy több egymással konkuráló, adott esetben ellentmondó, különböző információt adunk nekik, és őnekik kelljen kiválasztani, hogy akkor melyik lehet esetleg a megfelelő. Illetve minél több lehetősége legyen a tanulóknak az önálló gyakorlása és az önértékelése. Ezek magától értetődő dolgoknak tűnnek, de digitális környezetben sokkal több lehetőség van erre, mint egy hagyományos papíralapú környezetben, hiszen a kiértékelés az végtelen mennyiségű időt használ fel. Ugyanakkor, hogyha a digitális környezetben azt kérjük a tanulóktól, hogy fényképezzék le a füzetüket, és fényképként küldjék vissza a tanárnak, akkor azzal nem fogunk időt nyerni, ez ugyanannyi ideig tart, mint hogyha a füzeteket lapozgatnánk és javítanánk ki. Ezért ahol lehet, ott valamilyen elektronikus mérés-értékelési rendszerre, tesztelésre is próbáljunk meg lehetőséget nyitni. A Redmenta, a Kahoot, Mentimeter, és még sorolhatnám Szokratív, amelyekkel kapcsolatosan számtalan jó információt, tanácsot szolgáltat. Például kollégám Főző Attila több webinárium keretében, de egyéb előadókat is megkértünk arra, hogy ezeket a önértékelési lehetőségeket, vagy tesztelési lehetőségeket, ezeket mutassák be. Ezek hozzáférhetőek a webináriumaink között. A másik nagyon fontos elem, hogy két hetente vagy hetente, akkor is, amikor már nincsen járvány, és újra lehet oktatni, akkor is próbáljunk meg beszúrni majd egy e-learning napot. Ez nyilván az intézmény vezetőséggel, és sőt sok esetben a tankerülettel is, vagy a fenntartóval is egyeztetni kell, hogy erre legyen lehetőség. Annak érdekében, hogy megőrizzük az online tanítás előnyeit. Tehát, hogy a diákoknak továbbra is legyen abban tapasztalatuk, hogy hogyan néz ki egy videokonferencia, hogy hogyan kell egy ilyenben viselkedni, mert ez egy nagyon fontos alapskill, ami a későbbi tanulásuk és a munkájuk során is alapvetően szükségessé válik, ezért edzük, gyakoroljuk velük ezt a fajta módszert akkor is, ha esetleg már visszatérhetünk a tantermekbe. Ahol lehet, az online szinkron jelenléti foglalkozások létszámát csökkentsük csoportbontással, és az online foglalkozások célja az ismeret átadás helyett a megértés támogatása. Tehát ne arra használjuk az online lehetőségeket, mint amire most mi használjuk, hogy én beszélek egy órán keresztül a hallgatóságnak, hanem azt a lehetőséget használjuk ki, hogy ezeket az alkalmakat a beszélgetésre, a csoportos feldolgozásra, a tanulók megszólítására tegyük elérhetővé. Nyilván az első alkalom, amikor a felvétel készül, akkor az egy picit frontálisabb jellegű lehet. De egyébként az ilyen típusú ismeretátadás, ez kerüljön egy videóra, és a gyerekek akármikor el tudják érni. Az online szinkron jelenlétet azt használjuk ki arra, hogy a gyerekekkel beszélgessünk, és megértsük, hogy ők hol tartanak, és hogy mi miatt van adott esetben problémájuk a tanulási előrehaladással. Tehát világosan megfogalmazott tanulási célok, önállóan vagy csoportosan gyűjtendő ismeretek, amelyeket jellemzően nem a tanár ad át, átugorható vagy elmélyíthető tanulási elemek, amelyben nem kötelező bejárási útvonalakat adunk, hanem csak egy olyan listát, amivel rendelkeznie kell, de ha már tudja, akkor nem kell neki még egyszer megtanulnia. És a megélt, valós életből vett példák és közvetlen gyakorlati alkalmazás, erre majd egy egyetlen diás erejéig még vissza fogok térni. Senkit ne rémisszem meg, hogy ilyen mennyiségű szoftver férhető hozzá az oktatásnak a támogatására. Ebből inkább csak azt szeretném levonni, hogy egyetlen fő platformot használjon mindenki az iskolájában, legyen közös állandóan elérhető felület az alapvető tartalmak, feladatok önértékelőknek az elérésére. Nagyon sok iskolában volt tapasztalható az, hogy a tanulónak az egyik órája Zoomban van, a következő Googleben, a harmadik Teamsben. Ez elképesztően nagy terhet ró a tanulókra, mindenképpen segíteni kell őket abban, hogy intézményenként mindenképpen egyetlen platformot használjanak az ilyen típusú kommunikációra, amit persze kiegészíthetnek a kiegészítő alkalmazások a mérésértékelésnél, vagy egyéb
dolgoknál, de alapvetően egyetlen fő csatorna álljon rendelkezésre a dokumentum megosztásra, a kommunikációra, és az ilyen típusú online kapcsolat fenntartásra. Ez a felület legyen transzparens, ne csak e-mailekben, hanem egy állandó online felületen is lehessen nyomon követni, hogy mi történt, milyen dokumentumokat helyeztek el, hol érhetőek el, és hogy mi volt az utolsó információ. És gondoskodjunk arról, hogy ezeknek a szoftvereknek a használatát mindenki készségszinten sajátítsa el, tehát akár teszteknek a lebonyolításával, akár intézményen belül a tanárok egymás közötti videokonferenciáknak a megtartásával gyakorolják be, hogy milyen az, amikor valaki beleszól. Mi van akkor, amikor a gyerek némítja le a tanárt, és egy fél órát beszél lenémítva, miközben nem érti, hogy miért nevetnek annyira a gyerekek a háttérben. Tehát rengeteg ilyen típusú problémát ki kell előre küszöbölni, vagy meg kell tanulni kezelni, ahhoz, hogy ne egy rossz élményként maradjon meg a digitális technológia az intézményen belül. És még egyszer utoljára kitérnék rá, hogy legyen szabályozva az online kommunikáció időben, tartalomban és stílusban. Ezeket előre rögzítsük a tanulókkal, mert sokkal könnyebb dolgunk lesz utoljára velük, és akkor utoljára végezetül egy utolsó diát szeretnék mondani az életszerűséggel kapcsolatban. Talán mindenki ismeri a Botosieti ábrát, ugye ez egy nyelvtan feladatnak a képe, amiben az pontos j-t és az elipszilonos j-t kellett megkülönböztetni egymástól a gyerekeknek, és ezen a képen a megoldás ugye az lett volna, hogy juhász pontos j-vel, de az a gyermek, aki ezt kitöltötte, nem látott még juhászt, ezért aztán ő Botos Yetiként fogalmazta meg a választ. Egyébként az kérdés eredeti célját tekintve helyesen, ugyanakkor mégsem kapott rá pontot, ami nem megfelelő ebben a helyzetben. A másik képen pedig azt gondolom, hogy a pedagógusoknak a túlnyomó többsége felismeri, hogy ez nem egy telefontárcsázó a régi típusú telefonokból, hanem egy csirkeitató, amely ugyanakkor viszont azoknak a gyerekeknek, akik most járnak iskolába, és nem vidéken nőnek fel úgy, hogy saját baromfi udvaruk van, ez a tárgy ez egy teljesen ismeretlen és UFO-szerű valami. Értelmetlen ilyen típusú kérdéseket föltenni a gyerekeknek, ami az olyan számukra meg nem élt dolgoknak a feldolgozásával kapcsolatos, mint például most a napokban elhíresült magnetofon és floppy tesztfeladata az informatikával kapcsolatosan. Magnetofon, mint szót sem ismerik a tizenakárhány évesnél fiatalabbak. A működési elvét és a kazettás dolognak a lényegét, az pedig pláne nem értik. És annak ellenére, hogy még mindig floppy ikonra kell kattintanunk, amikor elmentünk egy dokumentumot, valójában a floppy is egy nagyon erősen magyarázandó tétel a diákoknál. Ezért egy digitális környezetben, meg anélkül is nagyon oda kell figyelni arra, hogy életszerű és naprakész dolgokat próbáljunk meg beemelni, vagy hogyha a tankönyvben mégsem ez van, akkor ezt próbáljuk meg helyettesíteni valamilyen naprakész elemmel, hiszen az internet lehetőséget ad arra, hogy ezeket kicseréljük, vagy helyettesítsük valamilyen más elemmel. A DPMK is a digitális témahét oldalai végtelen tárházát nyújtják azoknak az instrukcióknak, javaslatoknak, amelyet én most csak felvillantani tudtam. Tehát azok, amiket én most elmondtam, azok konkrét leírásokként, javaslatokként megfogalmazva a dpmk.hu oldalán elérhetőek, és javaslom is mindenkinek, hogy amennyire csak van ideje rá, akkor ezt nézze meg alaposan, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és akkor most még visszaadnám a szót Attilának, és egyben igyekszem megválaszolni az Attila által összegyűjtött kérdéseket így szóban. Köszönjük szépen az előadást, és akkor nézem a kérdéseket. Tehát az első kérdés
az volt, hogy tanárként mennyire érdemes bekapcsolódni, belefolyni a dühöngőben folyó eseményekbe, vagy ez maradjon a gyerekek privát tere? Én azt gondolom erre vonatkozóan, hogy ugyanannyira kell beleavatkozni a dühöngőben zajló eseményekbe, mint ahogy egyébként az iskolában mondjuk egy folyosón elfajuló vitát vagy verekedést a tanárnak is nyilvánvalóan kezelnie kell. Tehát abban az esetben, hogyha a méltóság megsértésére alkalmas, nagyon durva vita, vagy adott esetben akár online zaklatás alakul ki a dühöngőben, ott be kell avatkozni. Én ezért is javasoltam azt, hogy alapvetően egy monitorozott, megfigyelt terület legyen, de nem szükséges állandóan reagálni az ott felvetett kérdésekre, csak akkor, hogyha adott esetben ez nem megfelelő irányba megy. Be lehet dobni témákat, amelyek irányítják adott esetben a tanulóknak a figyelmét, vagy megkérni néhány tanulót, hogy mint a heteseket, hogy néhány témát dobjanak be, amely őket érdekli, és akkor arról ilyen iskolarádiószerűen ott egymással csetelhetnek. Egyrészt ezzel egy picit lehúzzuk a diákokat a Facebookról, és egy kontrolláltabb kerületre vagy területre tereljük őket. Másrészt pedig adunk nekik egy olyan felületet, ami az intézményen belüli felület, hogy ne kelljen nekik kívül menni, mert egyébként ezek a beszélgetések úgy is lezajlanak, hogy nem látjuk. Ennél akkor hasznosabb, hogyha legalább valamekkora benyomásunk kialakulhat erről, de igen, szerintem is be kell avatkozni egy bizonyos mértékű szint fölött. Köszönjük. Mik a tapasztalataitok? Van-e nyitottságigény a pedagógus kollégák részéről a kreatív tanulói produktumokra, például poszter, infografika, podcast, a formatív értékelés megoldásaira, vagy online is inkább az ismeretanyag számonkérés, kvíz, feladatsor, dolgozat, kombináció dominál? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi a kreatív pedagógusoknak egy jelentős részét ismerjük, látjuk, nyomon követjük, és a DTH-n keresztül próbáljuk támogatni. Tehát nekünk nagy valószínűség szerint nem teljesen reprezentatív a képünk a valóságról, de ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a mi tapasztalataink alapján a pedagógusoknak egy jelentős része igenis nyitott a pedagógiai innovációra. Sokan keresték a különböző online felületeken azt a segítséget, hogy milyen új elemet lehetne bevinni, mi az, amivel be lehet húzni a diákokat, mert könnyen mondhatja a diák, hogy nem volt otthon internet, nem kapcsolódott be az órára. Nagyon nehéz ellenőrizni, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Ezért a pedagógusoknak egy jelentős része próbált meg olyan típusú motivációs eszközöket behozni, amely egyébként a diákoknak a kreativitására épült. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogyha valaki a tantervi előrehaladást szeretné nyomon követni, az olyan sűrű és olyan nagy mennyiségű feladatot ad, amelyben kevés tere nyílik az ilyen típusú kreativitásnak, de éppen most ezzel a vírushelyzettel sokan úgy érezték, hogy talán megkockáztathatják, hogy akkor néhány órát azt arra szánnak, hogy a diákoknak lehetőséget adnak bizonyos elemek kidolgozására, és az derült ki, hogy a tanulók kvázi a szabad idejüket is feláldozva nagyon sok energiát öltek bele ezekbe a pici projektekbe, vagy pici téma feldolgozásokba, de ennek a kreativitásnak a korlátja az, hogyha a pedagógus már egyébként is, tehát még a vírus helyzetet megelőzően is egyébként nyitott volt az ilyen típusú kreativitásra, azok a pedagógusok nyilván sokkal könnyebben tudták alkalmazni ezeket, mint azok a pedagógusok, ahol maga a digitális technológiának a használata is kihívást jelent. Köszönöm. Mit gondoltok, történhette pedagógiai áttörés a digitális oktatás kapcsán, vagy minden visszaáll majd, ha normál keretek között leszünk? Esetleg erősebb lesz az ellenállás, vagy éppen a nyitottság?
Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, ami minket, mint DPMK-t a napokban, meg az elmúlt hetekben foglalkoztat, mert sajnos mind a kettőnek látjuk a lehetőségét. Én abban hiszek, vagy abban reménykedem, hogy az elmúlt hetek tapasztalatai inkább teret nyitnak abban az irányban, hogy a pedagógusok tömegei tapasztalták meg, hogy ez a fajta kapcsolattartás, ez egy működőképes dolog. Tehát, hogy legalább azon a szinten, hogy tudok kiadni feladatot, jönnek vissza válaszok, és a gyerekek lelkesek ezt a fajta élményt megélni, nagyon sok pedagógus, azért, mert korábban nem volt rákényszerülve, most viszont kénytelen volt. Most túl vannak a szüzesség elvesztésén, gyakorlatilag a digitális értelemben, és hogy innen már sokkal könnyebb tovább lépni. Tehát amikor valaki már kipróbálta, elkezdi használni a Teams-et, vagy valamelyik másik felületet, onnan már nem akkora nagy ugrás a további lépés, hogy akkor kipróbáljam az assignment részét, vagy a feladatkiosztás részét, vagy a beépített dokumentum megosztást, vagy a OneNote-nak azt a funkcióját, hogy a tanulók egymással kollaborálva tudnak tartalmat előállítani. Nyilván ez a Google-nél, vagy más platformokon is elérhető. Ugyanakkor nagyon komoly veszélyét látom annak, hogy vannak pedagógusok, intézményvezetők és mások is, akik azt gondolhatják, hogy alig várják már, hogy véget érjen ez a digitális káosz, meg ez a rendetlenség, és hogy végre visszamehessünk a tanterembe. Én ennek egy másik aspektusától is félek, ez pedig az, hogy sokan azt gondolják a hírek alapján, hogy a digitális munkarendre való átállás nagyon könnyedén és nagyon jól sikerült Magyarországon. Ez, én azt gondolom, hogy nem igaz. Ez leginkább ahol sikerült, ott azért sikerült, mert a tanárok és a szülők hihetetlen plusz munkát tettek abban, hogy ez egyáltalán meg tudjon valósulni. És ezért aztán önmagában azt gondolni, hogy a digitális pedagógia az egy könnyen elérhető, Magyarországon már elért és teljesített dolog, az nem jó, mert ez azzal jár együtt, hogy szeptemberben erre nem lesz új forrás, hogy akkor mégiscsak vegyünk egy normális laptopot a pedagógusoknak, hogy legyen normális sávszélesség, hogy minden gyerek legalább a könyvtárból tudjon kölcsönözni egy hazavihető eszközt. Tehát a további beruházás és további nagyon komoly ráfordítás nélkül a digitális pedagógia az tényleg vissza tud süllyedni oda, hogy a pedagógusok 10-15%-a által alkalmazott szuper megoldás lesz, míg a többiek pedig visszatérnek a normál tantermi kerékvágásba, főleg, hogyha ehhez majd ösztönző sem kapcsolódik, hiszen a digitális pedagógiát megélők azok pontosan tudják, hogy mennyivel több energia fölkészülni egy ilyen típusú órára, és utána ezt támogatni, nyomon követni a tanulóknak az összes visszajelzését, és ebből valamilyen előrelépést elérni. Úgyhogy én aggódom, hogy elképzelhető, hogy lesz visszarendeződés, de remélem, hogy a pozitív tapasztalatok miatt egyre többen, és az intézmény vezetők közül is egyre többen élik meg, hogy ez egy megugorható, létező dolog, ami segít a gyerekeknek abban, hogy elmélyítsék a tudásukat, vagy hogy a számukra érdekesebb módon legyen megfogalmazva az oktatásnak sok eleme.